7 óra van, ez itt az ATV híradója, azonnal mondjuk a legfontosabb híreket mindenkinek. Nagyon szép reggelt kívánok! Magyarországon alakítanak ki menekülttábort a cseh védelmi miniszter. A tábort, ahol ellenőriznék a menekültek adatait, a visegrádi országok közösen üzemeltetnék. A Fidesz azonban elutasítja az ötletet. Szerinte az unión kívül kell szétválasztani a menekülteket és a gazdasági bevándorlókat. Az ellenzéki pártok szerint a cseh felvetés annak a jele, hogy már a V4-ek sem egységesek a menekült kérdésben. Ideiglenes menekülttábor a röszkei határátkelőhöz közel. Itt regisztrálták a menekülteket, majd indították tovább valamelyik befogadó állomásra. Hasonló tábort hozna létre Magyarországon a cseh védelmi miniszter, amelyet a V4 tagországai közösen üzemeltetnének. Ebben regisztrálnák a menekülteket, hogy megállapítsák, honnan jöttek, majd elosztanák őket olyan helyekre, ahol van esély alkalmazásukra. Bár ez nem hivatalos cseh javaslat, a Fidesz minden esetre nem ért egyet vele. Mi azt szeretnénk, hogyha ezek a táborok az Európai Unió területén kívül jönnének létre. Ezzel kapcsolatos volt ugye 6 pontból a miniszterelnöknek az egyik kezdeményezése is. Tehát alapvetően mi nem támogatunk olyan megoldást, hogy Magyarországon ilyen táborok jöjjenek létre. Az MSZP szerint jelzésértékű a cseh védelmi miniszter felvetése. Harangozó Tamás úgy véli, Orbán Viktornak a közös uniós megoldási javaslat érére kellene állnia. Ez a stratégia, amit Orbán Viktor talált, hogy visegrádi négyekkel fogja blokkolni az unió javaslatait, és fogja meghiúsítani, hogy egy közös európai megoldást legyen, az összeomlani látszik, hiszen a lengyelek már a kóta szavazáson is kiugrottak. Ez a javaslat, meg az elmúlt napok cseh nyilatkozatai pedig azt mutatják, hogy a csehek is szintén kihátrálnak ebből a úgymond visegrádi négyek szövetségéből. Az együtt szerint most nem külön utas megoldásokra van szükség, hanem egy közös javaslatra. Azt tükrözi, hogy a V4 országok kétségbe esetten kívánják helyreállítani azt a konszenzust, ami a V4 országok körében nyilvánvalóan megbomlott a keddi belügyminiszteri csúcsot követően. Másodszorban pedig azt gondolom, hogy értetlenül állunk-e fölött a javaslat fölött, hiszen vannak Európai Uniós fórumok, és szerintünk inkább a V4-eknek azon kellene dolgozni, hogy a közös európai megoldást szülessen meg. Hajdú Nóra szerint olyan országok véleményét kellene kikérni, amelyeknek vannak közvetlen tapasztalataik menekült kérdésben. Két megyén keresztül üldöztek a rendőrök egy embercsempészt az M5-ös autópályán. A férfi 14 menekültet zsúfolt be egy 5 személyes járműbe, amelyet végül Lajos Mizsénél sikerült megállítani, miután kitört a kereke. A német rendszámú autót a Csongrád megyei Zárkány széknél akarták a rendőrök ellenőrizni. A sofőr azonban nem állt félre a járőrök jelzésére. Az autószerv vezetőjét és a vele utazó 14 külföldit a helyszínen elfogták. A menekültválság miatt erősödik, és egyre nyíltabban megmutatkozik az elégedetlenség Angela Merkellel szemben a kancellár pártjában. A kereszténydemokrata unióban írják a német lapok. A Weltanzeitungnak azt mondta a CDU egyik tekintélyes parlamenti képviselője, hogy a CDU-ban a legtöbben pontosan azt gondolják, amit a testvérpártnál, a kereszténszociális uniónál ki is mondanak, vagyis hogy jelezni kellene, nem tudnak mindenkit befogadni. Az újság szerint a kancellárnak a konzervatív pártszövetség keddi ülésén 3 órán keresztül kellett hallgatnia a panaszokat és bírálatokat a képviselőktől a menekültügyben. Alap úgy tudja, Angela Merkel 3-szor szólalt fel a vitában, de a hírek szerint nem tudta megnyugtatni a frakciót. Kritikus a helyzet a salzburgi vasútállomáson, emiatt a város vezetése nem akar több vonatot indítani Németország felé. A német belügyminisztérium este azonban cáfolta, hogy leállítanák a vonatokat. A tárca szóvivője azt mondta, hogy egyelőre nincs ilyen döntés, tárgyalnak az osztrák partnerekkel. A bajor-osztrák határon megjelenő menedékkérők jelentős részét viszont külön vonatokkal szállítják el a Deutsche Bahn, vagyis a Vasút Német Társaság. A függetlenségi párt tömörülés nyerte Spanyolországban a katalán regionális parlamenti választásokat, és bejutott a törvényhozásba egy másik függetlenségpárti erő is. A szavazatok csak nem 100%-os feldolgozottságánál, az önálló katalán állam megalakítását szorgalmazó párt a voksok 39,57%-át kapta, és 62 helyet szerzett a katalán parlamentben, de ezzel még nincs meg az abszolút többség a 135 tagú törvényhozásban.
Információk szerint saját alapítványt működtetett Berettyóújfalu korábbi polgármestere. A probléma csak az, hogy székhelye a Városházán volt, a kuratórium elnöke is ő volt, a könyvelést pedig az önkormányzat munkatársai végezték munkaidőben. Mindez akkor derült ki, amikor a könyvelést végző munkatárs nyugdíjba ment és átadta a papírokat. Ezekből az is kiderült, hogy az alapítványnak 1,5 millió forintot fizettek a helyi nyugdíjas házlakói. Ide egyébként hivatalosan térítésmentesen lehetett pályázni a helyekre. 1,5 milliót kellett fizetnie azoknak, akik ebbe a nyugdíjas házba akartak beköltözni. Mindent a Városházán az akkori polgármester részvételével intéztek, ezért azt hitték, hogy ez így van rendjén. A lakást úgy kaptam meg, hogy 1,5 millió forintot be kellett fizetni a Berettyóújfalu OTP bankhoz, és a számlával együtt menni kellett az önkormányzathoz, és bebizonyítani, hogy be van fizetve 1,5 millió forint. Ekkor megcsináltuk a lakásbérleti szerződést. Azóta kiderült, hogy a pénzt egy magánalapítványnak kellett befizetni. Volt itt egy kakukktojásként az önkormányzatnál elhelyezve egy olyan alapítvány, amely semmilyen felhatalmazással, semmilyen önkormányzati felhatalmazással úgy szerett 1,5 millió forintot. Egy ide bejegyzett az akkori polgármester kuratórium elnökségével egy alapítványnak történő befizetés nyomán, amit nem lehetett volna. A házban van olyan lakó, aki állítja, hogy a mostani képviselők és így a polgármester is tudott az alapítványról. Neki 2011 végén még be kellett fizetni az általa beugrónak vélt összeget. Az önkormányzat a héten döntött arról, hogy a jogosulatlanul átvett pénzeket visszafizetik. A helyi ellenzék szerint ennél többről van szó. Az a kérdés, hogy ezt kamatostól fogják visszafizetni, vagy csak a tőketartozást. Ugyanis egy ilyen dolog, aki 10 éve már befizette a nyugdíját, vagy a 1,5 millió forintot, 5 év alatt ez az összeg megduplázódik, és hagyna soroljam tovább a kamatlábakat. A várost korábban 20 évig vezető MDF-es és kisgazda múltra rendelkező polgármestert kerestük, de ahogy a város jelenlegi vezetőinek, úgy nekünk sem sikerült elérnünk. Most pedig mutatjuk, hogy mi a helyzet a fővárosi utakon, közlekedési hírek következnek. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét, munkatársaim a város egész területéről erős forgalmat jelentette. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér út felől a belső sávot lezárják egy szakaszon. Megváltozott a forgalmi rend az Attila út, Krisztina körút, Vélmező út találkozásánál. Minden irányból csak egy sávon lehet átjutni a csomóponton. A Vélmező úton az Ostrom utca előtt sávelhúzással csak 2 sáv járható. A Nagykörúton az Üllői útnál 1 sávra szűkül az utcája mindkét irányból. A csomópont előtt és után közműfelújítás miatt. Az Üllői út befelé vezető oldalról csak 1 sávban lehet balra kanyarodni, a Petőfi híd felé. A Petőfi híd felől az Üllői út kifelé vezető oldalára, a Tűzoltó utca, Millennium utca útvonalon is le lehet jutni. Az Üllői út befelé vezető oldaláról csak 1 sávban lehet balra kanyarodni a Petőfi híd felé. És a Ferenc körúton is lezárták a híd felé vezető belső sávot, 1 szakaszon. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot, balesetmentes közlekedést, viszontlátásra! A híradó után most pedig folytatódik a Start. Rónai Egonnal, szervuszágban, jó reggelt kívánok! Jó milyen reggelt. Témákkal foglalkoztak a továbbiakban? Hát egyfelől jön Földi László, volt műveleti igazgató a migráció és Európa számára odavetett kérdések okán, mennyire veszélyesek a bevándorlók, mennyire kell tartani tőlük és milyen információk alapján dolgoznak a hivatalok, ezt próbáljuk megtudni. Előtte várom Bősz Anettet, a liberálisok ügyvezetőjét, hát vele hát elég érdekes témánk van. A mindennapos érdeklés az még csak-csak, bár ugye annak is megalakult a bizottsága, nyilván különböző bizottságokról önöknek is különböző dolgok juthatnak eszükbe, de arról az inzertről, arról a betűszóról, amit úgy lehet rövidíteni hosszú kifejezésből, hogy pöcs. Arról szerintem, hát lehet, hogy arról is sok mindenkinek sok minden. Na mindegy, erről fogunk beszélgetni, mert hogy ez egy állami program, pedagógus, önellenőrző csoportokat kell létrehozni, a pöcsöket. És mindenek előtt beszélünk majd Prőle Gergelyel, az EMI helyettes államtitkárával, nem erről, hanem arról, hogy például Orbán Viktor sikeres volt-e az Európai Uniós csúcson, vagy arról, amit ő mondott korábban, hogy nem lehet szélesre tárni a kapukat a migránsok előtt, de hát a horvát határon elég szélesnek látszik az a kapu, amit kinyitottunk. Ezek a témáink, így folytatjuk, aztán pedig jön újra a híradó.
Egon, nagy vidámsággal figyeltem, hogy vajon kimondod, de végül azt a szót hát kimondtad. Köszönöm. Hát ez a neve, persze, hogy kimondta, muszáj. Önokat értik, akkor mindenképpen továbbra is maradjanak itt velünk. Híradóval pedig egy óra múlva ismét várom önöket. Mindenkinek nagyon szép reggelt, viszontlátásra.